No, akkor mindjárt bele is csapunk, pestélyesen fogalmazva, független országgyűlési képviselőként bőszenet a stúdióban, kezdjük csak, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Mi lesz akkor, amikor majd tényleg 60-80 év múlva, vagy nem is tudom, hogy érdemes ilyen hosszú távon gondolkozni, majd lesznek olyan épületek, mondjuk New Yorkban, Krisztina, te ugye nagyon ismered New Yorkodat, mint akár a tenyeredet, vagy talán jobban is, ahova majd csak csónakkal tudunk bemenni. Ezt olvastam. Egyáltalán be tudunk menni csónakkal, mert 2050-ben potenciálisan vége van az egész világnak, tudod? Ja. A klímakatasztrófa miatt. Pontosabban reméljük, hogy nem lesz vége az egész világnak, de ezért most tenni kell. És ugye, amiben áll például az ellenzék kezdeményezés, az, hogy tegyen Magyarország elégséges vállalásokat annak érdekében, hogy itt a globális felelősségvállalásból mi magunk is kivegyük a részünket. Tegyen Amerika, nem? Erre nem lehetne azt mondani, hogy nem Magyarország tegyen, hanem tegyen Amerika. Mi a véleménye arról, igen, hogy a köztársasági elnököt pontosan idézzem, megdöbbentőnek találták azt, ahogy relativizálja Magyarország felelősséget, tényleg azt mondta, hogy a mi felelősségünk sokkal kisebb, de azért ebben objektíven igaza van. Magyarországon az egy főre eső kibocsátás bőven az EU átlag alatt van, most idézem az ő adatait, a német a kétszerese a magyarnak, az amerikai pedig 3,5-szerese a magyarnak. Ja, azért lenne fontos azt látni, hogy persze lehet ezekkel a számokkal is jönni, lehet ugyanakkor azzal, hogy az egyéni felelősségvállalás, meg a csoportos felelősségvállalás mindenkit terhel, főleg itt a fejlett világban. Ugye nagyon sokszor elmondtuk már én magam is, hogy a fejlődő és a fejlett világot épp ugyanúgy fogja érinteni a klímaváltozás. Most mondok akkor olyan adatokat, amik meg azt igazolják, hogy Magyarországon igenis szükség volna arra, hogy nagyobb felelősséget vállaljunk. Például 2008-asok azok a tenderek, amelyek alapján lehetett még szélerőműveket építeni. Ezeknek az erőműveknek az élettartama 25 év. 2030-ra majd, hogy nem minnyáján ki fognak futni, viszont egy 2011-es rendelet alapján gyakorlatilag lehetetlenné vált a magyarországi építésük, mert úgy szól... Milyenek az oka? Mivel indokolták ezt? Nem értjük. Ez a kormány hatáskörében hozott rendelet, tehát ilyen értelemben itt Orbán Viktor ajtaján kell kopogtatni, hogy miért történik meg az, hogy egy olyan szabályozás hatályos van Magyarországon, amely azt határozza meg, hogy a szélerőműveknek a helye, tehát az építési engedély kiadása ahhoz kötött, hogy ezeknek a szélerőműveknek nem szabad 12 kilométernél közelebb menniük egy településhez. Nincs ilyen pont ma Magyarországon. Túl sűrűn vannak a településeink ez a szabályozáshoz. Egyetlen dolgot tudunk elképzelni, az pedig nem más, mint hogy a paksi beruházással úgy számolt a kormány, hogy ilyen értelemben a szélerőműveknek a segítségét már nem akarja figyelembe venni, illetve nem akarja beépíteni az energiaportfóliumba. Még egy dolog, ami a hozzáállás kérdése. Ugyanúgy a magyar kormány beszél arról, hogy Magyarországon azért nem kell több napkollektort használni, mert nem süt eleget a nap. Na most az, hogy adott esetben Nagy-Britanniában, ahol az emberek nem mennek esernyő nélkül nekiindulni egyetlen napon sem, nagyobb arányban nőtt a napenergia felhasználás, mint Magyarországon, ami egészen elképesztő. Azt kérdezném öntől, mennyire lehet, nem biztos, hogy ez a jó kifejezés, de lázba hozni, vagy megszólítani a magyar embereket, akár környezetvédelem, tudatosság, klímavédelem apropóján? Azt gondolom, hogy alapvetően nehéz, vagy nehezebb dolgunk van, mint mondjuk Nyugat-Európában, vagy Amerikában. Nem véletlenül van az, hogy New Yorkban százezren vonulnak az utcára, és tartják ezt fontosnak. Azért Magyarországon fontos arról beszélni, hogy 3 millió ember a létminimum határán mozog, vagy még az alatt él. Nagyon sokan arra szorulnak, hogy a szociális tűzifát is valamivel kiegészítsék, amikor fűtenek. Ez ugye az egyik legrosszabb fűtési módszer. Nem tudjuk korszerűsíteni a lakásainkat, a házainkat, amiről egyébként szakemberek beszélnek, hogy a magyarországi háztartások kibocsátását jelentősen kellene csökkenteni. De a jelenlegi kormány leállította a fűtéskorszerűsítési programot, ami elég népszerű volt. Igen, és ez egy dráma, ráadásul a szabályozásunk szerint jelen pillanatban a megújuló energiaforrások támogatásába beleszámítják a tűzifa támogatást.
Ez azért is elképesztő, mert hogy a korommal például nem számolunk, amikor a jégsapka olvadásáról beszélünk, pedig odafújja a szél, és ez jelentősen növeli ennek az egésznek a sebességét. Amúgy majd beszéljünk arról is, hogy vagy ön akár mit vélelmez a tekintetben, hogy erre a rendkívüli parlamenti ülésre a Fidesz pont nem ment el, vagy Áder János szavai, hogyha tényleg egyben nézzük azért, amit Krisztina ugye is említett, mint idézett, vagy én idéztem, vagy nem tudom, hogy az tényleg helytálló-e? Pici ország, pici felelősség. És az, hogyha ebből indulunk ki, akkor lehet, hogy a Fidesz nem elmenése a rendkívüli ülésre is pont ebből adódik, vagy ennek következménye. Én meg ezt egy nagyon különös játszmának tartom a köztársasági elnök részéről. Mondhatnánk azt, hogy pici ország, pici felelősség, én meg azt mondom, hogy ebben osztoznunk kell, akármekkorák is vagyunk. Nagyon érdekes, amikor Orbán Viktor például a világpolitikai vagy európai politikai szintéren szerepel, akkor meg hirtelen olyan, mint hogyha Magyarország úgy megnőne, és akkor nagyon fontos lenne a magyar miniszterelnök szava. De az is beszédes, amikor a köztársasági elnök sok szakpolitikai kérdésben nem nyilvánult meg, és mondjuk klímavédelmi kérdések mögé bújva nem tett politikai vállalásokat, vagy nem lépett fel adott esetben a magyar társadalom érdekében. Erre jó példa például a menekült kérdés, jó példa a déli határkerítés kérdése, amikor a földi kutyák élőhelyéért aggódott Áder János, de nem szólt egy szót sem az ideérkezőkről, vagy arról, hogy hogyan lehetne velük szemben viselkednünk. Úgyhogy az, hogy ebben az ügyben viszont azt hangsúlyozza, hogy nekünk nincs, vagy nagyon kicsi a felelősségünk, szerintem cinizmus. Bocsánat, ez, amit látnak a nézőink, ez maga az az a kis tiltakozás volt, igen. Amit ugye önök szerveztek. Nem vagy kellemetlen... egy határozati javaslat átadása. Igen, ez ugye egy sajtótájékoztató, ez egy érdekes történet volt, hogy ugyan tiltakozásnak tűnik, de itt alapvetően érdeklődők gyűltek a sajtótájékoztató köré. Itt az volt a cél, és akkor el is mondom azért, hogy a történeti hűség kedvéért, hiszen itt az LMP kezdeményezte ezt a rendkívüli ülést. Én szerintem nagyon fontos volt ez, aztán Szél Bernadett kezdeményezésére alakult egy árnyékbizottság, ahol szakértőket hallgattunk meg, de alapvetően nem vádolható azzal az ellenzék, hogy itt valami fajta politikai hisztériakeltés zajlik. Itt a szakértők kifejezetten kérték is a bizottsági ülést követően, hogy hadd szólaljanak meg ők is ezen a sajtótájékoztatón, aminek mi is nagyon örültünk, hiszen az látható, hogy ez egy politikamentes terep, és abból a szempontból is fontos, hogy mindegy, hogy ki baloldali, ki jobboldali, ki liberális, ki él a fejlődő vagy a fejlett világban. Egyformán nem lesz vízünk. Minket a klímaváltozás. Viszont örülhetünk Karácsony Gergely ebéli programpontjának, aki azt mondta, képzeljétek el, hogyha Budapesten születik egy kisgyermek, akkor elültetnek abba a pillanatba egy fát is. Ez egy gyerek, egy fa. Jó, ez mondjuk egy nagyon jó kezdeményezés. Egyébként az is fontos, hogy beszélünk sok tekintetben globális trendekhez való igazodásról, és az a baj, hogy mintha a magángazdaság Magyarországon is előbb kezdett volna igazodni, mint mondjuk a politikai vezetés vagy a társadalom szervező, és azért fontos például Karácsony Gergelynek ez a programpontja, mert hogy ő elkezdett hasonlítani a nyugat-európai vagy az euróatlanti térségben tapasztalt felelős politikusokhoz ezen a téren. Megjegyzem, hogy magánbankok, meg internetszolgáltatók kezdik már azt üzenni a fogyasztóiknak, vagy az ügyfeleiknek, hogy amennyiben ennyi és ennyi befizetésük keletkezik, akkor ennyi és ennyi fát ültetnek. Szóval ez nagyon, nagyon fontos lesz a jövőre nézni. Hát ugye most zajlik a klímacsúcs New Yorkban, a köztársaság elnök azt mondta, hogy nagy megtiszteltetés, hogy Magyarország felszólalhat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani. Köszönjük szépen, hogy eljött ma reggel. Köszönöm.